Hangolódj rá a relax jóga nidrára. Kérlek, alakíts ki egy kényelmes testhelyzetet. Ha teheted, feküdj hanyat savászanába. A karjaidat fektesd a tested mellé, a tenyerek felfelé nézzenek. A lábakat lazán távolítsd egymástól, és hagyd, hogy a lábfejek maguktól picit kifelé mozduljanak el. Finoman mozdítsd meg a sarkaidat, a csípőt, a vállakat és a tarkót, hogy ebben a kényelmes testhelyzetben a fejed, a nyakad és a gerinced pontosan egy vonalba essen. Kérlek, tudatosítsd magaddal, hogy a relax jóga nidrát gyakorlod, és mindvégig jelen leszel a gyakorlásban. Csukd be a szemed, és tartsd csukva mindvégig a jóga nidra gyakorlata alatt. Szemlélődj. Csukott szemmel, benső érzékeléseddel tudatosítsd a tested, miként a matracon, az ágyon fekszik. Érezd és tudatosítsd a tested tetőtől talpig. Figyelmedet vezesd végig a testeden a fejtetőtől a lábujjakig, és érzékeld a pontokat, amelyek a matrachoz, az ágyhoz érnek. Érezd a tested súlyát. Vigy egy mély lélegzetet, és egy hosszú, lassú kilégzéssel engedj el minden feszültséget, fáradtságot, minden gondolatot, esetleges nehéz érzést, és engedd ellazulni a tested, engedd ellazulni az elméd. Vigy egy újabb mély lélegzetet, és ahogyan finoman kilélegzel, érzékeld, ahogyan a nyugalom, a béke és az ellazultság átjárja egész lényed. Hallgasd a hangtálak finom éteri hangját, és hagyd, hogy a tested és az elméd megpihenjen a hangok kiteljesedett harmóniájában. Lazítsd a tested, és engedd, hogy mozdulatlanná váljon. Csukott szemeid előtt idézd fel magadban a szobát, ahol a tested relaxál. Vizualizáld a falakat, a berendezést, a mennyezetet és a padlót. Benső érzékeléseddel lásd a tested, miként fekszik a matracon, az ágyon, és érezd az ellazult test mozdulatlanságát. Lazíts. Nincs más dolgod, mint hogy pihenj. Most kérlek, fogalmazd meg egy szankalpát.
a szankalpa a te saját elhatározásod, célkitűzésed. Egy erős, önmagadra irányuló szándéknyilatkozat arra, hogy valami előremutató dolog felé elindulj, hogy változtass, fejlesz, kialakíts magadban valamit, ami a javadat, a benső elégedettségedet szolgálja. Lehet a szankalpád az is, hogy egy szokásodat elhagyod, vagy hogy megalkoss valami szépet. Bármi lehet a szankalpád, ami önmagadra vonatkozik. A te saját fejlődésedet segíti, de nem árt vele senkinek. Kérlek, fogalmazd meg szankalpádat. Van időd? Ráérsz. Mentálisan ismételd el háromszor szankalpádat, pozitív, megerősítő érzésekkel, egyértelműen és tudatosan. A következő gyakorlat fizikai és mentális relaxációs hatása mellett oldja a test esetleges energetikai blokkjait, valamint fejleszti a koncentrációs készséget és a memóriát. A gyakorlat során szisztematikusan tudatosítjuk testrészeinket, majd ellazítjuk őket. Minden egyes lépésnél hagyd, hogy a tudatosságod az instrukciók mentén pontról pontra áramoljon. Kezdjük el a gyakorlást. Kérlek, tudatosítsd a lábujjakat, a lábfejeket, a bokáidat, a lábszárakat és a vádlikat. A térdeket és a combjaidat. Vigy egy mély lélegzetet, és egy kilégzésre engedd ellazulni a lábaidat. Irányítsd figyelmed a csípődre, majd a hasadra, a mellkasodra, és innen a hátadra. Vigy egy mély lélegzetet, és egy hosszú, lassú kilégzéssel lazítsd a törzsed. Mély belégzés, és kilégzés. Érezd, miként az egész törzsed mélyen ellazul, és te csak puhán levegve süllyedsz bele a matracba. Tudatosítsd a vállaidat,
mindkét felkarod, a könyököd, az alkarokat, mindkét kezed, és az ujjaidat. Mély belégzés, és egy kilégzéssel lazítsd a karjaidat. Irányítsd figyelmed a nyakadra. Majd egy kilégzéssel lazítsd a nyakadat kívül és belül. Mély belégzés. És egy finom, puha kilégzéssel engedj el minden esetleges feszültséget a torok központ területéről, és hagyd, hogy az életerő szabadon áramoljon. Tudatosítsd az állkapcsod, az ajkaidat és a nyelved. Majd védj egy újabb mély lélegzetet, és egy kilégzéssel lazítsd őket. Érezd a szemhéjakat, amint lágyan a szemedre borulnak. Tudatosítsd a két szemöldök közötti részt, és a homlokodat. Majd egy hosszú kilégzésre lazítsd őket, és hagyd, hogy kisimuljon a szemöldökök közötti rész, valamint a homlokod minden fizikai és mentális barázdája. Vigy egy mély lélegzetet, és egy hosszú, lassú kilégzésre lazítsd a tested a fejed búbjától a lábujjak hegyéig. Teljes tudatosság a testedről, teljes testtudatosság. Teljes ellazultság. Kérlek, irányítsd most figyelmed a légzésedre. Figyeld meg a köldök és a gyomortájé puha hullámszerű mozgását, miként lágyan lélegzel. Figyeld meg ezt a hullámot. A köldök és a gyomortájék finom hullámzását az egyenletes légzéssel együtt. Mély belégzés. Érezd a befelé irányuló erőt, és hosszú, lassú kilégzés. Érezd a kifelé irányuló erőt. És most kérlek, képzeld el, érzékeld úgy, mintha a következő kilégzéssel az ujjaid végén kiengednél minden esetleges fellelhető rejtett feszültséget is testedből és elmédből. Mély belégzés. És egy finom kilégzéssel az ujjaid végén át engedj el minden feszültséget, gondolatot és érzést. Hagyd, hogy a múltban történt események lenyomatai szublimáljanak, és a jövőre irányuló gondolatok, érzések,
finoman éterien kilebegjenek az elmemező teréből. Hagyd, hogy az elmemező ragyogó tiszta térré váljon, ahol az esetleges ragaszkodások, szorongások és vágyak finoman szerte fosztanak, és teret adnak a benső béke, az örömteli élet minősége, az elégedettség és a harmónia kiteljesedésének. Mint ahogyan a hegyekben a hajnali köd lágyan feloldódik, hogy a felkelő nap első sugarai felszáríthassák a fa leveleken megcsillanó páracseppek finom lenyomatát. Aki vonzódástól és ellenszemtől mentesen gyakorolja az átman, az önvaló megvalósításának szellemi útját, ezáltal érzékein uralkodva megszabadul az érzéktárgyak befolyásától, elnyerheti az elme tökéletes nyugalmát. E benső béke elérésével megszűnnek az anyagi szenvedései, elméjét áthatja a derű, és értelme is hamarosan megszilárdul, írja a Bhagavad Gita. Engedd, hogy az elméd ellazuljon, és megpihenjen a csendben. A következő gyakorlattal imaginációs képességünket fejlesztjük. Néhány képet, hangot és illatot fogok felidézni, és kérlek, imagináld őket a tudatosság, a képzelet és az érzelmek szintjén olyan pontosan, amennyire csak képes vagy rá. Indulunk. Felkelő nap. Lásd mentálisan a felkelő napképét. A tenger horizontján felkelő nap. Lásd, miként a tenger finom hullámai mögül virkadatkor, aranyló narancs színekben pompázva felkél a napkorong. A nap megcsillanó sugarai a tenger felszínén. Kék égbolt. Felhős égbolt. Esőcseppek szitálnak a felhős égbolt alatt. Fehér esőcseppek, arany esőcseppek, pink esőcseppek, türkiz esőcseppek, szitáló esőcseppek hangja. Halld a szitáló eső finom kopogását. Az eső illata az erdőben. Érezd az eső illatát. Lenyugvó nap. Lenyugvó nap alatt vágtázó lovak. A lovak vágtájának a hangja. Felkelő hold. Dombok között felkelő új hold sarlója. És most meditálj a következő Bhagavad Gita versen.
miként az egyetlen nap magában beragyogja a teljes bolygórendszert. Ehhez hasonlóan világítja be a lélek az egész testet a tudat sugaraival. Pihentesd meg elmédet benső tudatosságodban. A következő gyakorlattal benső szemléletünk fejlődését támogatjuk az örök érték, a bhakti, vagyis az önzetlen szeretet az odaadás és a megbocsátás irányába. Kérlek, irányítsd figyelmed a szemöldök központ előtti nem fizikai jellegű térre, a csidálkására. Ami csak a szem ellát, és a tudatosság kiterjed, végtelen, ragyogó, üres tér mindenhol. E végtelen térből válasz le magadnak egy szobanagyságú gömböt, amiben képes vagy megjeleníteni álmaid terét, álmaid szobáját. Teremtsd meg mentálisan ezt a lehatárolt teret, ami számodra optimális lehetőséget nyújt fejlődésedhez, boldog, örömteli életedhez. Mekkora ez a tér? Milyen formájú? Milyen anyagból vannak a falai? Milyen a padlózat, a bútoraid? Mik a domináns színeid? Milyen a világítás? Teremtsd meg azt a letisztult, csak rád jellemző teret, ami optimális fejlődésedhez, boldog, örömteli életed megalkotásához vagy megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Van időd? Ráérsz. És most lásd önmagad saját benső teredben. Lásd magad, miként meditációs ülésben ülsz, és előtted egy henger alakú fehér gyertya ég. Finom, békés atmoszféra tölti be a teret. Csak te vagy jelen egyedül. Csend és béke a térben, csend és béke az elmében. A gyertya lángja neztelen és rezdenéstelen, mint ahogyan a te tested és elméd is teljesen mozdulatlan. Miként szélcsendes helyen sem imbolyog a gyertyaláng, úgy az önvalóban, az átmanban elmerült jógi elméje is rezzenetlen meditáció közben, írja a Bhagavad Gita Sri Krishna nyomán. És most
ebben az elcsendesedett állapotban ajánl egy gyakorlatot saját fejlődésednek az önvaló útján. Adj teret magadnak a kiteljesedésre. Fedezd fel önmagadban a szunnyadó szeretetet, a baktit valamennyi élőlény iránt. Ezzel a tudatossággal halld meg az Om mantrát, és gondolatban zengd velem. Lépve egyesült az önvalóval, az mindenhol azonosságot lát. Látja minden lényben az önvalót, és minden lényt az önvalóban lát lakozni. Itt az ideje, hogy újra tudatodba idézz szankalpádat. Ugyanazt a szankalpát, amit a joganidra elején megfogalmaztál magadnak. Mentálisan ismétel el háromszor szankalpádat, pozitív, megerősítő érzésekkel, egyértelműen és tudatosan. Kérlek, érzékeld újra a tested, és tudatosítsd tényleges légzésed. Lélegezz be a normál légzésednél mélyebben és hosszabban, és a következő kilégzéssel fordítsd a figyelmed kifelé. Érzékeld a hőmérsékletet. Tudatosítsd a teret, ahol a tested pihen, és a körülötted lévő tárgyakat. Finoman mozdítsd meg a lábfejeket, a kezeden az ujjakat. Szorítsd ökölbe a kezeidet, és engedd el. Szorítsd ökölbe, és engedd el. Mozdítsd a fejed jobbra és balra. És finoman, puhán nyisd ki a szemed. Ezzel a mai relax joganidrának vége. Ha időd engedi, pihenj még, és hallgassd a Bhagavad Gita 4 főversét. Hari Om Tat.